kell sziklával foglalkozni, csak a dolgot kötelet fogod, az csukott szemmel is megtalálod. Arra kell mindig figyelni egy kicsit előre, hogy hol vannak jó lépések a sziklán. Hogyha fölnézel, itt lehet látni, hogy vannak különböző kiszögelések, illetve ahol egy picit nehezebb lenne, ott tettünk be ilyen fém lépcsőket is. Ott fogunk menni? Igen, ott fogunk menni. Valami jó kaja van út közben, hogy ösztönöz. Legyen ilyen ösztönző, mert hát fönn a tetején, én egy alföldi lány vagyok. Hát mi úgy szoktuk, hogy fölmegyünk a tetejére, és akkor ott teszünk egy jót. Jó. Fönt friss levegő van. Hát teljesítsek, hogy kapjak enni. Jó. De ez így szokott működni mindenhol, nem? Jó, hát nem. De jó ég, minek jöttem ide. Hú, de büszke leszek magamra, ha nem futamodok meg. Teljesen nyugodtan. Jaj, nagyon félek. Próbálj meg mély levegőket venni. Most mibe kapaszkodok? Jó, oda kapaszkodsz és lépsz tovább. Föl ide a jobb lábaddal. Megint kicsit följebb fogsz. Ott mi izgatott egész úton, mert lenézni nem merek. Igen. Akkora szamócás volt mellettünk. Ja igen, láttam, csak már leérett. Meg virágzik a kakukkfű ott, ja, konkrétan. Igen, igen. Látod? Ó, jaj, micsoda kilátás! Na ezért jöttünk. Azt a mindenit! Kicsit most már visszatért a vér az arcomba? Eddig sem mentem nagyon. Jöttem. Még nem, de még már, nem? De már majdnem. Jó, mi vár még? És eljött az én időm! Virágzik a kakukkfű. Fotózok egyet, mert hogy ezt muszáj megmutatnom minden családtagomnak, hogy ideig fölvásztam. Én az alföldi lány. De figyelj, hogyha valaki teljesen bepánikol, mert azért voltak olyan szakaszok, hogy én is úgy full akarat erővel maradtam úrilány. Azokkal mit csinálsz? Hát ki kell őket egy picit szakítani ebből a félelmükből. Én például főzést szoktam kérdezni. Komolyan. Mondják el a kedvenc receptüket. Olyankor derül ki néha, hogy a nők nem szoktak főzni. Hát ugye. Mondjuk ez nekem azért fura, mert én minden nap szoktam főzni. Hú. Én ilyen perspektívából még nem láttam, azt hiszem, sohasem. Azért jó, mert tényleg egy más dimenzióba emelt téged. Olyan lettem, mint egy sas. Gratulálok. Köszönöm neked. Köszönöm szépen. De szép ez a cseszneki vár. Meg ugyan? A táj, meg minden. A és lovak, a tehenek, legelésznek. És innen csak az látja, aki fölmászik ezen az úton. Így van, és innen is milyen jól látszik, hogy milyen gazdag ez a vidék. Egy kis szörpöt? Van szörpöd? Persze. Hí, köszönöm, milyen szörpódza? Nem tudom, a hentes adta a szendvics mellé, úgyhogy... Igen? Mindjárt megkóstoljuk, hogy milyen szörp. De finom szörpjék vannak. Mert itt van cseszneken a hentes? Persze, van itt egy világhírű hentes, a Bitman Józsi. Hát akkor Bitman Józsinál fogjuk folytatni. Thank you.
Érzem, hogy jó helyen. Igen, igen. Borbás Marci. Itt ma József. Szólta, Tombi, hogy jövök? Igen, igen, mondjuk, hogy szalonna és valami husika kellene. De gyönyörűek! Hát igen, hagyományosan minden. Csipős, csemege, szalámi, hatfajta. Nagyon szép kolbász, és pont jó a keménység. Húsból van. Egy titok van, húsból van. De milyen húsból? Van még ez a híres bakonyi sertés? Van mangalicával, igen, de én inkább azt tehát ez nem egy fajta volt, hanem egy tartási? Volt külön szőke, fajta, ugye? Vörös, igen. Uh-huh. És így jut a mangalicának. És akkor makkoltatták. De figyelj, abban van igazság, hogy olvastam valahol, hogy ez a bacon, onnan igen. van, hogy bakonyi sertést vittek el, és az a szalonna így lett bacon. Igen, úgy kezdték, de ez már nagyon-nagyon régen volt. Aha. Ennek már se híre, se hangva. Gyönyörű. Na, itt van ez a bacon. Micsoda arányok. Hogyha szalonnáról beszélünk, mikor készen van a késztermékről, akkor ugye az sem mindegy, hogy van meg. Lesózva, bepácolva, 90%-a mindegy gyorspácolt az egész piacon, az egész országban. Tehát ez... Időt kell hagyni neki. Így van. Én nekem pont ez kéne is egyébként jó. majd, úgyhogy ezt megveszem. Ha már a bakonyban vagyok, akkor egy bakonyit csak főzök a végén. Máshol egy kis húst. Igen. Egy kis szűzpecsenyét. Szűzpecsenyét. Uh-huh. Ilyen ekkora darabok kellenének. Jó. Jó? Ha azt ketté vágod, az nekem tökéletes. Oda néz, lesz gombánk. Talán. Letörjük. Félek, hogy ez nem ehető, ugye? Hát nem. De legalább azt jelzi, hogy lesz gomba. Reméljük. Mit lehet még ilyenkor szedni, Laci? Hát, például itt van madárshóska. Júj, de jó, ez salátával. Nagyon jó salátával, igen. Akkor szedjünk egy párat, jó? Jó. De milyen szép is. Ilyenkor ugye már érik le sajnos, vagy virágzik el a bodza, de azért még van. Van, igen. Még. Csallán is van még. A csallán azt mi leszárítjátok, nem? Vagy mit csinál? Nem, szörvet is szoktunk belőle csinálni. Fenyőrügyet szoktunk Fenyőrügy. Még szedni. Már igen. így ilyen zöld növényekből. Kökényvirágot. És abból mit csináltok? Abból is szört. Kökényvirág. Igen. És annak illata, jó illata lesz? Nagyon jó illata van. Mézédes. Maga a szörpje is, meg az illata is. És ki itt a nagyfőzőmester? Te vagy a... Nem, párom. A párod. Te tudod a lelőhelyeket? Igen, igen. Azt is szeretem a legjobban gyűjteni. Hát egyébként ez a legjobb, nem? Ki vagy a jó levegőn, a természetben. Hát és ilyenkor itt még a, egyébként, ahol nagyon odasüt a nap, ott már túl magas, túl öreg a család, de igen. itt nagyon friss még. Ez a jó az erdőben. Hát igen. Hogy tovább frissen marad minden. Ez egy ilyen. Olyan fantasztikus dolog, nem? Hogy ha természet ad valamit, igen, akkor igen. azt fogadjuk el. Igen, igen. Csak észre kell használni, nem kihasználni, hanem használni kell. Uh-huh. Tehát ne essünk túlzásba. Igen, igen. Hogy lett, vagy mikor lett ez a gyilkos tó itt? Hát, de jól néz ki. Már elég régen, azt hiszem 80-as években talán valitatónak akarták megcsinálni. Túl és nagy lett. Hát túl nagy lett, igen, az oldala, a hegy oldal leomlott, és akkor azt hiszem úgy alakult ki. De persze azóta már rendezték azt a gátat. Vaditatóból lett egy idegenforgalmi látványosság. Igen. De néznek, még mindig küzdenek a fák, mert szinte mindegyik egy kicsit kihajtott. Igen. Tehát mese szép, de olyan misztikus, nem? Igen. Az egy kicsit kirázza az embert a hideg. Még van egy kis bodza, mert itt hűvös az erdő, abból még esetleg jó. tudunk szedni. Jó. Ez a másik univerzális dolog, a diófa, ugye? Igen. Ilyenkor a levele leszárítva. Csak ugye itt nagyon-nagyon óvatosan kell szárítani a diólevelet, mert
nagyon könnyen megfeketedik, és akkor már nem jó. Uh-huh. Tehát azt így szépen kirakom mindig egy vászonra. De nem napon? Nem, de meleg helyre. És amikor már kezd száradni, akkor ilyen nagyon óvatosan átfordítom, hogy nem szabad megfogni. Uh-huh. Itt is tudtok gyűjtögetni, torma is van, tudnál szedni tormát is. Hát azt is saját használatok. Tessék, menta. Saját menta kertetek van. Igen, és nem is kell ültetni. Itt az egész tele van. Tele van. Szedjünk pár mentát. Abból csináltok szörpöt? Igen. Meg teának leszállítjuk. Teának, szörpnek. Szia! Sziasztok! Szia. Sikerült valamit gyűjtenetek? Mindenből egy picit csak az én kedvemért. A menta, a diólevél, gomba nincs. Gomba nincs. Nincs. Egyet találtunk, de az nem ehető. Sejtettem, hogy nem találtok gombát, úgyhogy én áztattam be nektek szárított vargányát. De ez olyan furcsa nekem, hogy ennyi eső van és nincs gomba. De nagyon meleg is lesz. Ja, hogy hirtelen még nagy nincs. A hőmérséklet, majd lesz. Na, lesz, lesz. De egyébként itt a Bakonyban is sok gomba van? Nem annyi, mint máshol, de van. Főzzel egy ment a teát? Főzek. Köszönöm. Na, mi lesz belőle? Mi egy vargányás, krumplis levest fogunk készíteni, nagyon amit jó. Tárkonyos, ecetes, tejfölös habarással fogunk behabarni a végén. Szuper, ez a saját tárkonyos igen. Ecet. Egyből vízbe rakod, vagy ledinszteled? Egyből vízbe, uh-huh. Méghozzá a gombának az áztató vizébe, tehát azt is felhasználjuk uh-huh. A szárított gombának a vizét. Nagyon minimális mennyiségű zöldség kell bele, tehát a gomba és a burgonya, illetve krumpli fog benne dominálni uh-huh. Tehát tulajdonképpen ez egy gombás krumpli leves. Így van. Ezt be is kapcsolnám. Jó. Akkor ez, amíg megfő láttam, hogy ott egy asztalt összekészítettél, és vonzza a tekintetemet, addig azt megmutatod? Természetesen. Hí, de jól néz ki! Ez mind, amiket a Laci gyűjtöget, és amik az erdőben megteremnek. Galogonya szörp. És ez nem. Mi? Az körte a szalvány. Vad körte? Nem, itt terem ebben a kertben. Ilyen nagyon aprócska kis körte, ami nyár elején érik, uh-huh. És azt aszaltuk meg. Hú. Napon szárítva, és utána a szalógémmel szárítva nyugodtan. Ez pedig alma chips. Ez azt teljesen is te készíted? Mi készítjük, és mitől van. Ilyen gyönyörű világos? Hogy nem barnul meg? Nem csinálunk vele semmit. Hirtelen kitesszük a napra, tehát nincsen rajta citromlé. Uh-huh. Megpucolom, kitesszük a napra száradni, egy picit megszikkad, és utána mehet bele az aszalóba. És nagyon finomak. Teljesen ropogósra. Készen van a menta ugye tea. Készített alatt. Így van. Melegben nagyon jó a meleg gyógytea. Próbálok neked adni akkor a pohárba. Melyik a te kedvenced? Lekvárok közül a kökényszilva és a som. Kökényszilva? Igen. Együtt főzöd? Nem. Ez maga a gyümölcs, a kökényszilva. Ez egy nagyon aprócska szilva, gömbölyű. Együtt érik a szilvákkal, ugyanolyan hanvas kék is, mint a szilva. De és nem maga szilva. Nem. Akkor ez nem. Olyan lehet, mint a szatmári nem tudom szilva. Igen, de ez savanykásabb valahogyan. De nem is a fosóka? Nem. Na hát, hadd majd mutatok az... neked azt is, de ezt nem parancsolj. Milyen különleges íze van. Igen. És amikor főzöm, akkor teljesen ilyen, ilyen kökény színe van. Mm. Élénk bordó. És a húsa egyébként sárga, vagy az is bordó? Nem, lila. A húsa is lila? Lila. Nem ismerem. És ez pedig egy befő? Hát az hasonló, mint egy befőtt. Jegeces som. Így van. Zirahi Ágnesnek van egy könyve, ott találtuk szép. Meg a somot, mint gyümölcsöt, és azt, hogy mit lehet belőle készíteni. És ezt a módszert, amivel ez készül, ezt hívja ő jegecelésnek. Amikor ami sűrű cukorsziroppal le van forrázva maga a gyümölcs, kívülről egy édes mázat képez rajta, és belül pedig ugyanúgy megmarad savanyúnak, mint maga a som. Lehet, hogy azt a koktélcseresznyét is így készítik? Ami... Nem tudom. Hát nagyon köszönöm. Elég-e benne a kárkony vajon? Nagyon finom. Mehet bele igen, még egy kicsit? Jöhet. Akkor én még itt vágnék össze egy picit bele. És akkor gyorsan belerakjuk még. És
most kell inhalálni. Így van, így van. Így jobban kiadja az illatát, hogyha igen, egy picit és minden ide is teszel bele? Az ecetből? Beleteszem a habarásba, ja, bele a és felengedjük egy picit a levesnek a forró levével, vissza, hogy ne kapja össze, jó, így van. Ezt jól kiforraljuk, és már kész is. Van. Elkészült a kenyérlángos. Mi az, amit készítettél? Ez egy tönkölylisztes kenyérlángos. Micsoda fiad van! Nagyon jó fiad van. De is dagasztottad? Igen, igen. És az mi hozzá? Ez pedig medvehagymás házi tejföl. Általában ilyennel szoktuk kínálni. Óriási! Ugye ebből a lisztből, illetve ezzel a kovásszal készítjük a kenyeret is minden pénteken. Mert azt is te dagasztod? Igen, igen, én csinálom a kenyeret is. Nem, semmi hasonló, de nagy örömmel csinálom. Ó, milyen jó ropogós a külseje. És te tanítottad? Igyekszem, igen, de nem mindig fogadja meg a tanácsomat. Laci! Gyere enni! Megyek. Jó étvágyat! Jó étvágyat! Köszönöm szépen a jól tartást! Én mindenhol ismerőst látok. Kezd, itt csókolom. Egyszer a Balatonon találkoztunk. Így van, sajtot csináltunk. Én nem tudtam, hogy bivajaid is vannak. Itt az útról lehet őket látni. Gyönyörűek. Mióta köszönöm, vannak bivajok? Több mint egy éve itt legelésznek. Az a cél, hogy őket is megfeljük. Uh-huh. Sajnos még nem sikerült. Hát majd egy év múlva talán, nem? Igen, igen. Egyedül Erdélyben láttam, hogy a lelkész a terepen fejli a bivajokat. De hát ő így szoktatta. Megpróbáltam őket megtanulni tőle, de télen ő is. Nála voltál? Persze. Merítesz a gasztroangyalból? A szakmát azért kezdtem el, uh-huh, mert láttam egy műsorodat. Ú, de jó ilyennel találkozni, mint te. Már megérte. Köszönöm, hogy elmondtad. 7 éve, 8 éve néztem. Sándor Tamás volt uh-huh az egyik műsorban, és megkérdeztem anyumat, hogy van-e egy fazekunk, mert kipróbálom ezt a sajtkészítést. Eredetileg borász akartam lenni, azt is vörös a te műsorban láttam, igen. Csak mondták, hogy borászatból úgy lehet meggazdagodni, hogy nagyon nagy vagyonnal kell kezdeni, és akkor lesz egy kicsi. Igen, úgy lehet milliomos, ha van 100, és igen, utána marad egy. Igen. Úgyhogy a fazéknál maradtunk, és otthon a tömbház második emeletén készült az első sajt, aztán leköltöztem a földszintre, az már nagy előrelépés volt, nem kellett emeletre cipelni, aztán most már van egy kis műhely Veszprémben. Na és akkor hány állat van? Mert itt van ez a közel 20 bivaj, jól látom, ugye? Igen, kicsit több, kicsit de nagyjából több. 20. Veszprémben akkor meg van 5 tehén, aminek a tejét feldolgozom. Na de amiért én jöttem, az nem véletlen, nem tudtam, hogy te vagy itt. Kéne nekem tejföl. Hát a bivajtejföl, az hány százalékos zsírja van a bivajnak egyébként? Fölmegy egészen 15-20 százalékig is. Megoltatjátok a tejet, és van egy ilyen tejföl réteg a tetején? Hát ennyi tejből, ennyi tejföl. Oh, de jó, és az egy más tejföl, sokkal sárgább is. Fehérebb. Fehérebb? Igen, a tehéntej az a sárga, aha, a bivaj az fehér. Van neked ilyen? Hát tehéntejből sárga. Tehén. Magyar tarka? Magyar tarka, természetesen nincs hú, más. Az nagyon finom. Akkor az jó lesz nekem, ha tudsz adni, mert tejföld, esti főzéshez. Mindenképp. Tejszint azt esetleg pult alól anyukáméból csengünk. Nekem csak tejföl kéne, 2 deci. Megoldjuk. Van olyan terved, hogy még növeled ezt az állományt? Nem szeretném. Nem. Én azt szoktam mondani, hogy ha Veszprémben megvan az én vásárlói közönségem, akkor én elégedett vagyok. Tehát 5 tehénből meg lehet élni egy családnak? A sajtot készít a tejéből? Megélni meg lehet. Luxust fenntartani nem, nem lehet. Nem erről beszélek, hanem a tisztességes megélni. Tisztességesen meg lehet. Azért láttam néhány mézes kalácsot már az országban, elhiheted. De ezek elképesztően szépek. Olyan, mintha a csipkeveréssel készülne.
köszönöm. Nagyon-nagyon szép. Ezt kitől tanultad? Hát tulajdonképpen ilyen autodidakta módon, úgyhogy nem volt különösebb mesterem senki, és 3-4 évvel ezelőtt kezdtem ebbe bele ebbe a tevékenységbe. Ugye kell valami, amit az ember kézzel foghatóan megalkot, nem? Mert a lelkednek az annyira hiányzik, én tudom magamról, mert minden úgy elszáll. Hát ugye ennek a mézeszkalásnak az a lényege, hogy levendulával van ízesítve, kávédaráróval le van darálva, a szárított, őrölt levendulavirág, amit kint terem a kertbe, azt mindig összegyűjtöm, így tárolom egyébként ebben a üvegben, de mindig a sütés előtt frissen darálom, mert akkor jobban benne maradnak az aromák. Ha ezt beleteszed ebbe, ez most egy ilyen 1 kilónyi lisztből készülő adag. Mindent tegyek bele? Igen, ezeket a száraz anyagokat. Addig én megmelegítem a mézet a vajjal. Ezt most beleöntöm. Na és hogyha így ebbe a kis tálkába vagy lábosba így szépen összekevertük, akkor majd a végén kitesszük a deszkára, és ott fog igazából összeállni a tészta. Hát igen, csak ne ragadjon már annyira az ember a mézre. Hát ez ragad, ez a tészta, ennek körülbelül egy éjszakát állnia kell ahhoz, hogy dolgozhassunk vele tovább, tehát a sütés előtt egy éjszakát mindenképpen pihentetni kell. Ugye azt láttam, hogy itt van előkészítve neked egy másik tészta. Akkor igen, ezt este tegnap, már összeállítottam. Tegnap állítottam össze, igen, és akkor azt fogjuk tudni majd kiszaggatni. Mondjuk azt el tudom képzelni, hogy ilyen mézes kalácssal van tele mondjuk a karácsonyfám, de bármi más, hát ez, úristen, de szépek. Hát ez tiszta csipke. Hát ezek keresztemes motivumok, azokat rajzolom rá tulajdonképpen a mézes kalácsra. És hát gyönyörű magyar régi minták, ugye? Jól igen, látom. Életfa. Fávás életfa. És hát add mondjam el, hogy eleve madármániás vagyok, mert madarasi lány vagyok. És hát ez, két madárral. Mi az, hogy 24? Hát ezt most készítettem itt a szomszédságunkban az egyik házas párnak. Ma van a házassági évfordulójuk egyébként. Mária és József? Nem, Márti és József. Márti és József. És ezt kapják tőled? Igen. Vagy ők rendelték? Hát férj rendelte? A férj rendelte, igen, a feleségnek. De jó fej! Gyönyörű. Úgyhogy majd lehet, hogy megkérlek, hogy kísérj át engem, vigyük át nekik. Jó. Itt vannak a formáid. Ez az a házikó? Így van. Ebből az egészből ennyit át tudsz adni, hogy hogy lesz jó a tészta, de a díszítés az tehetség és gyakorlás, gyakorlás. Ezt gyúrjuk újra, és akkor olyan kis szívecskéket még lehet belőle, esetleg oda még elfér kettő. És akkor most még jön egy kis trükk. Igen. Én leszoktam kenni ilyenkor sütés előtt a tésztának a tetejét egy pici tejjel. Az ad neki egy ilyen kis fényes felületet, igen. Akkor jól össze kell elegyíteni így még van, a díszítőfehérjét. Tehát ez tojásfehérje, nagyon finom porcukorral így kidolgozva, igen. És valami ecet? Vagy egy pici ecetet lehet beletenni, egy kis kávéskanálnyit. Tehát ezt, ha megnézem, Zsuzsa, ez vérlázító, ne haragudj. Tehát ezeket a csíkokat így meghúzni, ilyen egyenletes hajszál vékonyra, ezt nem hiszem el.
Na, melyiket tisztíted, a házikót? Hát ezt a házikót befejezem. Megpróbálom rá a levendula csokrokat megrajzolni. Gyönyörű. Ezt a csipkét, ennek hogy állsz neki? Hát nem szoktam előre megtervezni. És pont kijön? Véletlenül mindig pont kijön? Hát mondjuk azt a részét, hogy kijöjjön a szélén a motivum, a minta, arra azért már figyelek, de mindig ahogy adja magát a motivum. Tehát én nem szoktam előre lerajzolni, megtervezni, hanem ezeket, igen, amiket így, tehát nyilván ezek a keresztszemes motivumok, hogy ezek adottak, ezek leszámolható rajz alapján vannak, de a szélén a díszítés az mindig improvizáció. Na, akkor most improvizálj egy ilyen csipkét nekem, légy szíves. Gyönyörű. Nagyon-nagyon köszönöm. Ha ezt befejezted, akkor átvisszük a szomszédba a meglepetést. Rendben. Hányan laknak itt Nemesvámoson? 2700 körül úgy tudom, de pontos itt a szülőfalum. Nagyon szép kis falu ez. Gyönyörű, meg jó helyen van. Igen. Marci, hogyha már segítettél nekem ezt áthozni, akkor mindenképpen kóstold meg a Márti tökmakrémjeit, isteni finomak. Jó, jó. Sziasztok. Örülök, Borbás Marci. Dávid József. Szia, Józsi. Áthoztam neked, már, amit igen. Rendeltél. Nagyon gyönyörű lett. Márci, remélem tetszeni fog a Mártinak. Biztos vagyok benne. A Józsi már szimpatikus, hogy ilyen meglepetést rendelt. Ugye? Ja, és gratulálok a házasságérfordulóhoz, hogy pont ma van. Igen. Akkor rád bíznám a Marcit. Jó. Igen, mert mondta Zsuzsa, vidd hogy a Mártihoz, olyan tökmakrémek vannak, amik muszáj megkóstolni. Igen, hátul van a kertbe. Igen? Igen. Saját maguk termelnek ők is. Van. Köszönöm. Puszti. Én is. Köszönöm. Köszönöm mindent. Szia, szia, szia Zsuzsa. De érdekes rukkolát szedsz. Ez évelős rukkola. Van egy nyári, és ez meg az évelős, igen. Ez én már minden növényből az évelős szeretem, mert kevesebb bele a dolog, nem? Igen, és mindig sokkal ízletesebb. Ízletesebb? Igen, kevesebb ne azt kóstoljam, amit már leszettél. Szerintem lassan ennyi elég is lesz. És akkor ezt így lehet magot venni, hogy évelő rukkola? Lehet, igen, lehet. Na, meg kihullik, és akkor magának kell magától. Elszórja. Igen. Hát ezek a tövek 4-5 évesek. De jó nagy konyha kertetek van hátul a gyümölcsössel. Igen, és egy patak is folyik a gyümölcsös végébe. Nagyon igen. Igazságtalan. Megosztod a titkaidat? Amennyit lehet. Igen. Meg? Hogy készíted? Igen, igen. Ezek a régi porták a legszebbek. Mosás, igen. Még itt is fűszerek vannak. Igen, igen. Nagyon nagy nemesítő volt, aki a héj nélküli tökmagot kitalálta, hogy nem kell köpeszteni, nem? Igen. Az a legutálatosabb munka. És akkor ezt is csak ledarálod, a tökmagot. Igen, igen. Teszünk bele egy kicsi sót. Kis himalája só. Igen. Még több magolaj. Még több ezt magolaj. Ezt termelitek? Termesztünk, igen. Uh-huh. Teszek bele egy kis szárított rukolát. De most nem teszek bele olyan sokat, mert most nyersen teszünk addig bele. Addig vágjam neked össze? Igen, légy szíves, köszönöm. És akkor jön még az olaj. Igen. Hú, de jó illata van, Márti. És akkor belerakjuk. Mennyire kell lapróra? Szerintem jó lesz így. Jó? Jó lesz, igen. Ez csak jó lehet, mert mind a kettőt nagyon szeretem. Rukkolát is, meg a tökmagot is. Mehet? Mehet, igen. Mennyit kell? Úgy jó. Így jó? Így kóstolni, így jó lesz.
És embertelen finom. Tegyél még rá rukkolát, akkor még finomabb lesz. Megcsinálom teljesen akkor azt a szendvicset. Úgy? Azt gondolom, ez az egyik álométel számomra. Nagyon köszönöm, örülök, hogy megismertelek. Szia! Jaj, de jó illat van! Milyen sajtok vannak? Mert ugye most tejfölé jöttem, először is tegyük ki a tejfölt, hogy nehogy elfelejtsem. Így, de gyönyörű! Hát egy picit gyönyörű. Sárgás. Hát igen, mert legel. Így van, nyári tejföl, a téli tejföl az teljesen fehér, a nyári az viszont... De a nyári ízletesebb. Van, aki jobban szereti, van, aki viszont csak téli sajtot hajlandó vásárolni. Bizony. Most egy olyan dolgot vágtam és kóstolgatok, amit először csinálok, egy camembert penészes. De milyen szép! Gyönyörűen kezd érni a kéreg alatt. Igen, és pasztőrizálatlan. Nagyon ízletes. Jó lesz. De ezt külön helyen kell érlelni a penészgombák miatt, nem? Még egy 3 hét kell neki. Kellene, csak hát még 3 érlelőt fölépíteni nincs lehetőség. Úgyhogy a pince ketté van választva, az egyik felében van a picit szárazabb érlelő, a másikban a nedvesebb, és akkor így megoszlik hol a... Itt az érlelő pincéd is? Igen. Minden egy helyen? Igen, abszolút. De hol tanultál a könyveken kívül? Kis Ferencnél, Körösvadály. Hát a legjobb helyem. Utána bejártam vele Erdélyt, egy-két praktikát onnan is eltanultunk, majd Sándor Tomival voltunk Svájcba. Igazi nagymestereknél. Lucern kantonnak a sajt iskolája fogadott minket, és egy héten át a teljes tudásokat megosztották. Tehát iskolai keretek közt, padban, tanárok oktattak minket arról, hogy készül a sajt. Szia! Hello! Attila! Vásárló! Sziasztok! Tejben gazdag, szép jó napot! Erő, egészséget! Szia! Jöttem az áruér. Itt van, ami elkészült neked. Meg viszont van egy újdonság, amit meg kéne kóstolni. Megint? Hát. Mert egy ilyen szakértő vagy? Á, nem, de mindig meglapozott Illa. Szerénykedik, ő egy séf. Komolyan. Szomszédos étteremből. És hol vagy séf? Á, itt az Oliva étteremben, Veszprém, a kis Puhim utcába. Akkor egy órádat nem lophatnék el? Mert egész nap készülök a Bakonyira, és végre nem az erdőszélen vagy a rétszélén kéne főznöm. Na, hát akkor ezt meghívnálak. Akkor átfordítom a dolgokat, akkor meghívnálok az étterembe, készítsük el együtt. Egész nap szedem össze az alapanyagokat, közben nálad biztos ott van minden. Nagyjából, de hát ha frissen szedtél ezt azt... Mindent, és oh, minden hát a legjobb. Szerintem más alapanyag akkor várlak szeretettel. Helyi a Balázsnál. Szerintem ugyanazok lesznek nála, nem? Mint amiket én itt a környékből összeszedtem. Ezt nem mondod, hogy kifli tejföl, ezt nézd meg Balázs. Bizony. Viszont én akkor egy kis tejszínt majd még vinnék a csomagomhoz, jó? A tejszínt azt csak pult alól tudom neked adni. Legyen. Mert nem kapható hivatalosan. Ugyanis jó. Nem szokták keresni, neked viszont félre van téve. Köszönöm szépen. Akkor Bakonyit főzünk, sajtot eszünk és bort iszunk? Így. Oké, akkor várlak este. Jövök. Attila. Alig várom. Szia. Csáu. Szia. De jó, te tudsz főzni. Sziasztok. Én majd csak dirigálok. Szia. Azt ne csinálj vele semmi. Én akartam nagyon. Ja? Így de kóstolhatod eleget, Attila. Szia, Zsuska! Szia, Marci! Nem bánom, hogy összetalálkoztunk, mert ismerem Veszprémet, de azért ennyire nem. Hát igen, pont rossz felé mész. Pont rossz felé megyek, de azt hittem, hogy ott is föl lehet menni. Arra is el tudunk menni, csak igen. Csak ez a rövidebb út. Igen, pont most mit a szüleimtől mondtál? Jövök. Apukám tört egy kis mogyorót, meg saját eperet hozta. Szabad egyet. Úristen, ilyen az, amikor igazi egy eper, ilyen sötét, sötét bordó színe van. Eszencia. Nagyon finom. És tudod, mi lesz a mogyoróból?
csokis magyarókrémet készítek. Ú, de jó, de most mondd meg, hogy oké, hogy neked eszedbe jutott végre valakinek, hogy úgy, hogy eddig senki, nem? Én se készítettem még. Na majd most, van kedved segíteni? Nagyon finom az eperszörpöd. Köszönöm. Ez már idei, nem? Igen. Tegnap előtt főztem. Te melegen készíted az eperszörpöd? Igen. És ott vannak egyébként abban, abban dúsztalom ki őket. Nagyon profi kis gépeid vannak. Te ezt már nagyon komolyan csinálod. Hát még azért annyira nem. Annyira tetszik, hogy egy társasházban vagyunk. Eredetileg gondolom itt volt a konyha vége, nem? Igen, csak egy igen, beépítetted. Igen. És ez egy ilyen boszorkány konyha lett. Olyan ízléssel. És akkor itt köszönöm. Van a mintakollekció. Igen, igen. Hát. Ennyiféle dolgot készítesz? Igen, sokfélét készítek be, kevesebb belőlük. Alma szirup, ilyen fekete lesz. Te ezt meddig főzöd? Hát úgy csináltam, hogy az almából ezt csináltam almalevet, egy ilyen évolé készítőgéppel, és aztán visszaforraltam körülbelül egy negyedére. És ezzel édesítesz? Igen. Ugye cukor mint a cukor. Hát azzal is lehet, hiszem, nézve palacsintával lehet fogyasztani, mint a juhászszirupot. Majd meg is kóstoljuk. De ezt honnan? Hogy ezt te találtad ki? Nem, valahol olvastam a neten, hogy lehet ilyet készíteni, és kipróbáltam, és nagyon jó. Olyasmi íze van, mint a szilva lekvárnak, ilyen nagyon karakteres, nagyon finom. De jó. Milyen mogyoróból dolgozol? Török mogyoróból. Az a finom. Van csatáron egy kis teátunk, és ott terem a mogyorók. Na, sajátotok. Igen. Jaj, de jó. Ez körülbelül egy kilónyi mennyiség. És akkor ezt sütőtálba tesszük, és betesszük a sütőbe, amit már előmelegítettem, olyan 180 fokon. És akkor ezt olyan 10-15 percig pirítjuk. Addig akkor megolvasztjuk a csokit? Igen, akkor gőz fölött, vízgőz fölött megolvasztjuk a csokoládét. Igazából egy kiló mogyoróhoz körülbelül kétszer annyi mennyiségű, tehát két kiló csokoládé kell. Ez egy ilyen nagyon jó minőségű belga csoki. Lehet csak tejcsokiból is készíteni, de én most úgy csináltam, hogy körülbelül egy kiló a tejcsoki és egy kiló az étcsoki, ami 80%-os kakaótartalmú, tehát azért elég ütős. Olvad? A kezem is. Hát azért nem kevés van ebben, hallod? Hát. Na most akkor ezt így berakom az aprítógépbe. Teszek hozzá cukrozatlan kakaóport, aztán egy kis sót, én Himalája is használok, 4 csipetet. Aztán mogyoróolajat, ez egy hidegen sajtolt mogyoróolaj. Használom én is. Nagyon klassz, és ezt most én mind bele fogom önteni, hogy jó krémes legyen. Porcukorral szoktam, de gondoltam, próbáljuk ki mézzel. Még krémesebb lesz. Igen. Jól néz ki. Az a baj, túl jól, nem? 40 fölött a finom ételek, ha túl jól néznek ki, az nagyon veszélyes. Jó, ez az operatőröké. Jó, és akkor ezzel még egy kicsit keverjük. És már kész is. Annyira izgatott vagyok. Kóstolva. Köszönöm. Ilyenkor még elég folyós, de ugye a szoba hőmérsékleten hagyjuk ki, hogy akkor sűrűbb lesz, tehát visszakeményedik. Hop-hop. Finom. Nagyon finom. Nem kell ehhez se palacsinta, semmi. Nem. Egy üveg, kis kanál.
természet közeli szerzetesek voltak ezek a ciszterciek. Hát ebből látszik is. Hát egy kis paradicsomkert. De tényleg, tényleg valami plántát, ilyesmi lehet. Mikor alapították Zircen a ciszterci apátságot? Magát az apátságot harmadik Béla alapította 1182-ben, és Franciaországból hívta be a ciszterciéket. Francia alapítású rend egyébként a ciszterci. Az elnevezése is érdekes, tulajdonképpen egy hely meghatározás az, hogy ciszterci. Cistercium. Ez egy hosszabb latin kifejezésnek a rövidülése, cistercium lapidem miliarium. Szó szerint ez annyit jelent, hogy a harmadik mérföldkőtől visszafelé. Völgyekben építkeztek, eldugott helyen, nem úgy, mint a bencések, őket messziről lehet látni, minket keresgetni kell egy kicsit. Tehát egy ilyen visszavonult, magába forduló... Igen. Önellátó gazdák. Igen, tulajdonképpen ilyen volt. És ugye ezt az első apátságot is egy ilyen reformnak indult egyébként, nem akartak új rendet alapítani, csak meg akarták reformálni az ő életüket, a bencés életüket, és ahol letelepedtek, azt úgy ismerték azt a környéket, hogy az a harmadik mérföld kőtől visszafelé eső területen lévő apátság, és ez nagyon sokáig nem ez volt az apátságnak a hivatalos neve, de ez ilyen ragadvány névként rajta mondta, hogy cisztercium, emlegették sokan, és az is lett a neve, hogy cisztercium, persze a franciák egy kicsit másképp mondják ezt, ma is megvan, csak ők szitónak említik. Oda lépett be a legjelentősebb középkori ciszterci szerzetes, Szent Bernát, és később, egy-két évvel később őt el is küldték egy új apátság megalapítására, ez volt Clairvaux, és hogy Clara Vallis, fényes völgy, és onnan jöttek a szerzetesek ide, egyenesen abból az apátságból, Clairvaux-ból. Ide Zircre. Igen, néhány évtizeddel Bernát halála után, és ezért hívták Zircet is egy időben úgy, hogy Nova Clara Vallis, új Clairvaux, új fényes völgy. Néha fényes, néha nem. De azért nagyon szép helyre jöttek meg, nagyon hogyha szép. Azt tekintjük, hogy önellátásra berendezkedett szerzetesek, akkor azért itt mindent meg lehet termelni. És mikor kezdték a sörfőzést? Itt Zircen az adataink, azok már a török kor utáni időkre mennek vissza. Ugye a török korban ez az apátság megsemmisült. Igen, és... mert ezt most csak azért kérdeztem előjáróban, mert ez a sör. Hát vannak, van közel a sör, igen, a sörös tó, ez a sörös tavunk. 1135-ből van már adatunk arra, hogy a Sziléziából, Oroszországból ide érkező szerzetesek hozták magukkal a hagyományaikat, és az egyik valószínűleg ugye sörfőzés volt. Ugye jellemző volt a ciszterciekre az, hogy mindig egyszerűsítettek, takarékosak voltak. Végülis a ruhánknak az eredeti színe is egy kicsit erre megy vissza, és ez egy kis elkanyarodás, mert ez már inkább bor lesz, ha úgy vesszük. Mert minket másképp is hívtak. Ugye ez a rajtam látható ruha, ez inkább már egy barokkori képződmény. Az eredeti az valahogy egy bazilikában is ábrázolt freskón található, egy legenda. A legenda szerint maga Szűz Mária adományozta a fehér színű ruhát a szerzeteseknek, a cisztercieknek, hogy az ő tisztasága iránti tiszteletből ne fekete, hanem fehér ruhát viseljenek, ugye a bencések feketék voltak. Ez egy nagyon szép legenda, de hát azért valószínűleg ez nem így történt. Nem baj, szeretjük a legendákat. Nem, a magyarázat az arra vezethető vissza, hogy a középkori ciszterciek nagyon takarékosak voltak. Ami felesleges volt, vagy drága, elhagyták a ruházatot, pedig a ruhafesték volt nagyon drága. Hát persze, hát először is egy ilyen világos lenszint kaptak, és ahogy mosták, egyre fehérebb. Egyre fehérebb. Az eredeti egyébként valószínűleg gyapjú volt, nyers gyapjú, ez pedig ugye nem fehér, hanem inkább ilyen szürkés-sárgás. Szürke barátnak hívtak szürke minket. Barát? Igen, a Badacsonyon is laknak még. Akkor a szürke... Nem merem azt mondani, hogy mi vagyunk a névadói. Egy biztos, nekünk az 1600-as évek első felétől már dokumentáltam, volt szőlőbirtokunk és borászatunk a Badacsonyon. De hát nincs még egy rend, akiket szürke barátnak is neveztek. Hát mondják még másokra is talán, tehát cseri barátokra, jól tudom, de magunkról tudjuk csak, hogy adminisztrálva vagyunk, levéltárak is. Mi szeretjük azt hinni, hogy mi szeretjük azt hinni, hogy én is terjeszteni fogom a ciszterciek. Tehát ezután a szürke barátot nevezhetjük ciszterci bornak is. Legyen úgy. És hányan élnek itt? Itt Zirce jelenleg 10 szerzetes él, az országban összesen kb. 19-en. Hát ez egy elég alacsony létszám, hogy 1950-ben ezt a rendet Rákosték feloszlatták. Nehéz évszázadok voltak. Nehéz. De nehéz. Aminek élni kell, az él. Úgy tűnik. Így van. Megnézzük a sörfőzést? Nézzük. Illatva. Jó napot kívánok! Kezét csókolom!
Borbás Marci. Varga Zoltán vagyok. Ez a sör illat, az mindenütt jó. Milyen palackolt? Búzát palackoztunk éppen. Milyen? Búzasört. Búzasört. Ez a legidősebb búzasörünk, most már muszáj lesz kidobni a piacra. Mikor élet újra a sörfőzés? Tavaly. Ilyen új? Persze, nagyon fiatal üzem vagyunk. A tervek azok már előtte egy évvel megvoltak, uh-huh. Az elképzelés. Az apátúrnak volt az ötlete, hogy egy valami olyasmihez nyújjunk vissza, mint tradíció. De hát előtte itt sajt volt, nem? Előtte sajt, az, amikor állami üzem volt ezen a területen, akkor sajtot érleltek. Annak is tökéletes a hely egyébként, nem is rossz ötlet. Na még, hát rajta. Van még pincák hát, szabadon. Van. Na ugye. Beférne. És Viksa sörnél kötöttünk ki, tervezgetés után, az építészeti munkák után tavaly kezdődött el, tavaly tavasszal, késő tavasszal, nyáron inkább igazából a főzés. És akkor megtalálták Zoltánt, aki egy sörmester. Hát ez nem így volt, teljesen, én találtam meg az ilyet. Igen? Mert véletlenségből 1000 éves sörrel foglalkozom, csak én utazó voltam, világutazó az világ összes országába, ahol sört főznek, szerintem megfordultam, ilyen kisüzemi sörfőzdéket telepítettünk, üzemeltünk, betanítottunk, tehát ami ezzel járunk, műszaki munka, csak ugye a kor nem jár Lábújhegyen felettem se, ezért aztán keresni kellett valami helyhez kötöttet, és szerencsére akkor jött a füles, hogy az apátságban sörfőzdét szeretnének csinálni, és én szerintem az első munkára jelentkezem voltam. És az utolsó, akit felvettek. Olyan kevés embernek adatik meg, nem? Ez hogy így többmiről kóstolhat. Csak a sörmesternek adatik meg. Hát milyen meg kevesen értékelik az ilyenfajta sört, mert az átlag fogyasztónak ez egy zavaros sör. Érdekes, egy... hogy azért a nagy gurmék meg nagyon szeretik a szűretlen söröket. Sokkal ízgazdagabb. Tessék. Nagyon köszönöm, gyönyörű lett. Gyönyörű, szép, én szerintem ízre is. Nagyon finom sör. Kellemesen hűtött. Kellemes. Igen. És jól érzi magát? Természetesen. Ilyen közegben szerintem minden férfi néha jól érzi magát. Néha lejönnek az apát úr és a többiek ide szerzetesek. Apát úr az folyamatos felügyeletet gyakorol fölöttünk. Szerintem a sört is szereti. Úgyhogy lejárnak. Szép. Köszönöm a útmutatást, a beszélgetést. Nagyon élveztem, és köszönjük szépen ezt a finom sört. Van mindenünk. Erdélyi gomba, ennyi eső ellenére alig van. Ezt nem értem. Nehéz. Talán még a nap nem volt elég neki. Lehet, hogy túl sok. Ez meg már túl sok az eső is. Volt. Na végre egy igazi bakonyit főzünk. Főzöl. Jó. Úgy volt, hogy én főzöm, de nagyon-nagyon jó ütemben találkoztunk. Igen. Először megpirítjuk a hagymát. Igen. Én kibontom a szűzpecsenyét. Majd lehet, hogy ide mellé dobom a gombát a húsi mellé. Hogyha megpirult. Igen. Uh-huh. No, azt lepirítjuk, majd belemegy a paprika. Ebbe kétféle paprika van, ugye paprikás mártást fogunk csinálni. Egy sima sárga paprika, és egy darab kápiát. Én megsütöttem roslapon, jó feketére. Lehámoztam, összekockáztam, és majd ezt még belerakjuk. Eredetileg őrölt fűszer paprika van ezen, az ugye? Az is lesz benne. Az igen, is lesz. Azt is rakunk bele. Én beledobom a gombát. Jó. Hú, egy kis bébilaska. Aha. Termesztett gombák közül a kedvencem a bébilaska. Ez megkuhult. Jó. Kis paprika. Igen. Üszerpaprika. Zöldségalaplé. Jó, és ezt a mártást, majd ez nem rakunk lisztet. Nagyon helyes. Gondoljunk a gluténérzékenyekre is. Én is arra gondoltam, hogy még berakjuk egy mixerbe. Uh-huh. És ugye tejszínt fogunk rakni bele, igen, és az Attilának a jó kis házi vajával egy kicsit krémesebbé tesszük. Lassan megpirul a nyokkink, oda rakom valami a fokhagymát. Jó sokat rakjál. Jó, olyan jó édes, és ez már új fokhagyma. Igen, az ilyenkor a legjobb. Aha. Jó, amíg a spirul, én fölvágom a húsit. Oké. De szép lett. Szép rózsaszín.
az? És egy kis nidling. Igen, na erről beszélek. Végül összeértek az ízek, és igazi házias tálalással. Az élet szép. Ezt tegyem meg? Igen. Élő büfés erdő. Azért ez kevés helynek adatik meg. Eszembe nem jutott volna megenni a margarétát. Készítünk egy konfitált fácán töltött raviolit csalánvelutéval. Na, most mondd el magyarul. Ez szamóca, nem? Ez szamóca. Igen. Szamóca eperháború. Igen, ez őrület. Megőrítenek az emberek. Csalánkommandó indul! Akkor tulajdonképpen rokonok vagyunk, mert ti is angyalok vagytok. Igen, köszönjük.